Túl vagyunk a szombati nap kétharmadán, nem sokkal ezelőtt fejeződött be az első szabadedzés, és azt kell mondanom, hogy várakozáson felül alakultak az események, ami azt jelenti, hogy a reggeli szabadedzést első helyen zártuk, most pedig a negyedik pozícióban végeztünk, ami összességében több, mint amire számítottam, de ennek ellenére nincsenek hamis reményeim, tehát Sanghajban is nagyon hasonló volt a tendencia, ami aztán egy 14. vagy 15. időmérős helyezés jelentett. Itt érzésre egy kicsit nagyobb eséllyel pályázunk majd az első 10-re, de még következik majd egy második szabadedzés, ahol javítanunk kell.